elkészült a ritka betegségekre vonatkozó euroterv, ahogy azt már említettem, az Európai Unió a 2008 és 2011 közötti időszakban a népegészség területén indította ezt a programot a ritka betegségekre vonatkozó nemzeti tervek kidolgozásának támogatására. Köszöntöm Pogány Gábort, a Ritka Betegségek Országos Szövetségének elnökét. Na most az, a ritka betegségnek azt nevezzük, hogy a kb. 2000 ember közül 5-öt érint. Na most ez önmagában nem nagy szám, de ha azt tudjuk, hogy hányféle ritka betegség van, akkor bizony érthető, hogy miért fontos ez a program. Igen, a ritka betegségeket másképpen úgy is fogalmazhatnánk meg, vagy határozhatnánk meg, hogy a furcsa betegségek. Tehát annak ellenére, hogy egy-egy betegségből, például a magyar 10 milliós lakosságból összesen 5000 fő lehet maximum, és az önménélemnél sokkal kevesebb van, mivel nagyon sokféle betegség van, 6-8 ezer féle, ezért összességében nagyon sok embert érint. És ebből a furcsa definícióból adódik az is, az a sok egyéb furcsaság is. Tehát itt nem arról van szó, mint egy szív- és érrendszeri betegségnél, ahol tudom, hogy miről van szó. Már a meghatározásból is mindenki érti. Itt ez egy annyira heterogén és mindenfélét magába foglaló, egyedüli kritériumként csak ez, hogy ritkaság, és Európában ehhez hozzáadódik az, hogy súlyos és életveszélyesnek is kell lennie, hogy ebből ered az a rengeteg probléma, és az összes többi furcsaság is, mint például az összes olyan betegség, ami a Dr. House-ban, vagy a spektrumon furcsaságként megemlítődik, az üvegcsontúaktól kezdve a narkolepszián keresztül, az mind ide tartozik. Miért fontos ez a program? Ez megint csak a furcsaságokból adódik. Tudnélik, a ritkaság egyik legnagyobb következménye az, hogy nincs információ, nem csak maguk a betegek nem tudnak semmit a saját betegségükről, bár sok esetben ők tudnak a legtöbbet, de a különféle velük foglalkozó szakmák sem. Sőt, meg sem jelenik az egészségügy számára sem, mert olyan a kódolási rendszer pillanatnyilag, hogy nem kerül be a statisztikai rendszerbe. És ennek az a következménye, hogy ellentétben a szokásosabb betegségekkel, itt ezek a betegek, holott nem tehetnek róla, hogy ritka betegségben szenvednek, óriási hátrányban vannak a többi beteghez képest, tehát van, amikor 40 évig nem kapnak diagnózist, diagnózis nélkül fals kezeléseket, sokszor káros kezeléseket kapnak. Ha megkapják a diagnózist, akkor megint nincs megfelelő ellátás, megfelelő kezelés, pont azért, mert szerencsétlen egészségügy, vagy ha átkerül oda, akkor a szociális ügy sem látja őket, és nem is tudja kezelni őket. A program keretében lehetőség van arra, hogy esetleg nemzetközi összefogásban segítsék egymást az országok, igen, az orvosok? Ez a program, ez egy 3 éves Európai Uniós program, és pont az volt a célja, hogy az uniós tagállamok saját maguk is létrehozzanak egy olyan átfogó nemzeti tervet, és azért kell nemzeti terv, ami magában foglalja azt, hogy átfogó, mert egy diszciplína nem tudja megoldani. Tehát ez nem csak az egészségügy, ez ugyanúgy a szociális ügy, ugyanúgy az oktatásügy problémája, tehát össztársadalmi probléma és össztársadalmi összefogás, sőt európai szintű összefogás szükséges. Igen, hát a betegségen túl nyilván számos probléma merül fel, segíteni kell a családot, nem csak a kezelésben, hanem az elhelyezkedésben. Akkor vannak olyan betegségben küzdők, akik nem tudnak dolgozni, vagy mondjuk csökkentett munkaképességűek, tehát nyilván ezekre is vonatkozik ez a fajta összefogás. Hát a további furcsaság például, amiről megint nem tud senki, hogy gyakorlatilag ez a legnagyobb fogyatékos csoport. Tehát ennek vannak olyan részei, amelyet a fogyatékos ügy lát, mert például egy siket vakságban, tehát két érzékszervi fogyatékosságban is szenvedőt azt észreveszi. De rengeteg olyan van, ami olyan gyorsan átszalad a rendszeren, mert a zöme annyira súlyos és életveszélyes, hogy nem érik meg a gyerekek a felnőttkort. És például egy csomó izomsorvadás,
mire a család észhez tér, mire megkapja a kerekesszéket, és így tovább, addigra meg is hal a gyerek. Tehát, és ugyanakkor olyan súlyos következményekkel járnak, hogy szétesik a család, elveszti az állását, egyik fél minimum, mert annyi plusz teherrel jár ez esetben, mivel az ömegyermekbetegség a sérült gyerek gondozása. Tehát óriási probléma, és ugyanakkor nem mondhatom azt, nem mondhatjuk azt mi egyéb egyszerű állampolgárok, hogy ezzel nekem nem kell törődnöm, mert úgyis ritka. Tudnélik, az is az egyik furcsa következménye, hogy olyan sokféle van, hogy Magyarországon gyakorlatilag nem volt, vagy nincs, vagy nem lesz olyan család, ahol fordítva. Tehát egyáltalán nincs olyan család, ahol nem volt, nem van pillanatnyilag, vagy nem lesz ilyen ritka betegség. Ezt nagyon rossz hallani. Igen. Azt mondja, hogy 6-8 ezer ritka betegséget tartanak számon. Van olyan betegség, ami mondjuk nemrégiben került bele ebbe a csoportba? Mert ez is egy furcsaság. Annak ellenére, hogy az orvostudomány fejlődik, ezeknek a betegségeknek a száma épp pontosan azért, így van, nem csökken, hanem nő. Tudnélik, a régi nagy kalapban van valami baja. Kalapból most már képesek vagyunk egyre inkább pontosan definiálni, hogy ez pontosan mi, milyen betegség, mi az oka, milyen genetikai háttere van. Így például egy csomó régen a nagy rák kalapba tartozó betegséget most már pontosan meg tudjuk mondani, és ennek megfelelően szerencsére gyógyítani is sok esetben a személyre szabott orvosláshoz való közeledésünk révén. Tehát emiatt többféle betegséget határoznak meg pontosan, de ez magában foglalja a gyógyítás esélyét. Már csak azt nem tudom elképzelni, hogy ha az ember elmegy az orvoshoz, kiderül, hogy valami ritka betegsége van, akkor az orvos azt mondja, hogy önnek ritka betegsége van, kérem, hogy ha segítségre van szükség, akkor forduljon például az önök szervezetéhez. Tehát van ilyen, az orvosok tudják, hogy ilyen esetekben hova kell irányítani az embert, hogy most nyilván nem csak a gyógyítás szempontjából, hanem az egyéb segítségek, amikről beszéltünk ezek szempontjából is. Egyre inkább tudják, de összességében a válasz az, hogy nem. Tehát egy családi orvos, aki egy ilyen beteggel találkozik egész életében, nem is az a feladata, hogy fölismerje, hogy kezelni tudja. Egyetlen egy gond, vagyis feladata lenne az, hogy pontosan azt tudja, hogy hova lehet tovább küldeni. Na most ez az a rendszer, ami még Magyarországon sem alakult ki pontosan, tehát ezek a betegutak nincsenek definiálva. Nincsenek meg azok a szintén nemzetközileg meghatározott centrumok, mert muszáj centrálni a tapasztalatot, a tudást, ahhoz, hogy ott tényleg hatékonyan lehessen ezeket kezelni. Végezetül szeretném, hogyha megmutatnák, kérte, hogy... Igen, igen. Az Europlan program rengeteg eredménye lesz most február 26-án a Nemzetközi Ritka Betegségek Világnapján bemutatva. Itt lesz egy szakmai programsorozat, szórakoztató programok, és amellett a betegszervezetek is be fognak mutatkozni. Köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm.